Tisztelettel köszöntjük nézőinket! Az Erdővidéki Tündérkertek program részeként műhelygyakorlatot tartottak Vargyason a gyümölcsfák metszéséről. Köszöntök minden jelenlevőt! Most itt kezdjük ki, megmutatunk egy olyan fát, hogy körülbelül ez egy olyan 60-70 éves fa, lehet, hogy sosem volt megmetszve, de az őszön azért a két alsó ágat azt hiszem, hogy akkor vágtuk le, hogy csak ilyen picit rendben legyen. És akkor elkezdem mondani, hogy hogy tudnunk rendbe szedni és megújítani, egy ifjúttó metszést csinálni egy ilyen nagyon idős fán. Ismerkedjünk meg az ágakkal, itt fölül van, itt ezt veszőnek hívjuk, ezt az utolsó évben növesztette, közben fúj a szél. Innet lefele számítsuk a következő, az előző évet, ezt nevezzük gajnak, és ezt az egészet nevezzük ágnak. Belül pedig ezeket a vastagokat már törzsnek nevezzük. Most szemben nézünk ezzel a fával, mind a fény felé törekedett ennek a nagy ágnak az ágai, tehát a legfelső délfele tolt, a belső újra délfele. Ez újra dél és nyugat, ez is újra arra tart. Ez a legalsó, már nem kapott annyi fényt, és el is szárad. Legelőször eltávolítsuk a száraz ágakat. Itt is van egy száraz ág. Belül is levágom itt a száraz ágakat, és akkor megnézzük, hogy melyik ágakat vágjuk, nyessük le a nagyon öreg ágakat, és fiatalokból hagyunk meg. Nagyon nem vágjuk teljesen vissza az ágakat és az egész fát, mert akkor a gyökeret is vissza kellene vágjuk. A gyökérhez nem tudunk hozzáférni, ezért az ágakkal is egy picit csínyán bánjunk, mert egy-két évre olyan sok ágat fog majd kinyomni, mert a fa, miha megijedne, hogy az ágait elveszítette, és teljesen söpű lesz újra belőle. Ezért kevesebb ágat vágunk vissza, de itt is van egy nagyon, nagyon bozótos ág, úgyhogy nagyon szépen meg fogjuk mindjárt takarítani. Én már el is kezdem menni vágni a... Mutassad nekem! Hát ezeket száraz ágokat először is le fogom tűnnek venni. Ez az alsó is száraz. Mindjárt megérkezik a létra, és akkor könnyebben tudjuk vágni, mert elég nehéz így levágni. Igen. Fotóveszőnek mindig az évnek az utolsó ágacskájából veszünk. Tehát ezeket ez autóveszőnek való. Itt van itt egy nagyon szép darab. Ezt hajtotta az utolsó évbe. Minden szem hordozza ennek a fának a tudását. Úgyhogy bármelyik szemet, hogyha beleújtsuk egy vadfába, ez ugyanazt a tulajdonsággal fog rendelkezni. Oltóágnak sosem szedünk termőgajokat, vagy valamilyen más, csak mindig veszőt. Az utolsó évbeli veszőt. És például nagyon sok van ezen. Azt kellene levágjuk, hogy akkor lássuk teljesen akkor ezt a kis részt. Abból a szárazágból valahol nézünk. Mutatom azzal, hogy ez egy nagyon szép ág,
ezt meghagyjuk, de lentről és fölülről is levettük, hogy ne legyen olyan, mint az ecset, mint a seprű. Picit kigyérítünk belőle. Nekem egy olyan pozitos. Nem, örökké sajnálom. Levágom először is itt az orsó vágokat, mert kevés fénykap. Idén meg hallalja az öregtől. És akkor ez már egy picit ki is van ritkítva, mert szollóval vágunk le belőle. Ezek termőgajok. Sosem vágjuk le a fákról, mert ezen lesz a termés. Nagyon szép termőgajok fognak lenni. Ez fog kivirágozni. A gulok... Mondjuk nem vízhajtás, de mennyi idő múlva fognak teremni? 4-5 év, ugye? Ez? Nem tudom, az vízhajtás. Nem. A vízhajtás az mindig a törzsön van. Itt mutatok egy vízhajtást. Kiszoktuk venni innen belülről, hogy ha nem abban ül. Van amelyik ágat, vissza fogok metszeni, de nem nagyon. Majszter úr, tavaly azt beszéltük, hogy a vízágokat is meg lehet hagyni, meg lehet hagyni. Bármire fordul előbb-utóbb. És fiatalodik a fa. Igen, csak hogyha jó, azon most egy-két vízág van, de van, amikor tudod, a meccés után most olyan sok vízágot ő ki fog nyomni, hogy így seprűsödik, hogy nagyon bozótos lesz. Akkor azokat ki kell vágjuk. Hát egyet-kettőt szépet meg lehet hagyni. Na akkor most már megnézzük ezt az ágat, akkor elég szép lett. Ebből kellene ezt vegyük ki. Szóval egyenletesen osszuk el az ágokat, körülbelül egyforma távolságokra, egy kicsit megritkítsuk, csak annyit kell csinálni vele. Hogyha itt ugye kaszálásnál zavar, akkor mindig ilyen helyet visszavágjuk, hogy mindig felfele igyekezzen. A következő évben való meccést, jövőbe már úgy vágnunk vissza, hogy fölül legyen a rügy. Igen. Na hát ezek már fognak teremni, és akkor egy picit megritkítottuk. Ha nagyon jobban levágnám, olyan sok vesszőt fogna jövőre kihozni, hogy csak mi vesszőben ő nem is termés. Igen. Akkor tudjuk, azt a tározágot akkor megkérlek, hogy van kettő, ott már lássuk. Akkor egy picit ezt az oldalt megtisztítjuk, itt már fogjuk látni, hogy kell körülbelül kinézzen. Igen, azt szárod. Ne vágjuk le teljesen csönkőre sose, hogy csak a nagy vastag ágakat, a törzset hagyjuk meg, sose vágjuk vissza a fát. Na akkor el kell teljen újra 5-6 év, 7 év, na 5-6 évre a termést mi le is szedtük akkor, hogyha letaláljuk vágni. Hogyha csak ezeket a vastag ágokat hagyjuk meg, levágunk a koronából mindent, akkor 6-7 évre a termést le is szedtük. Na, akkor... Tibi, igen, azt is le kell. Jó lesz. Jó. A fejed fölött még van egy tározár. Boly. Igen, azt is vedd ki, ami ott van mellette. Azt. Igen. Igen, és a fölött egyik fele szárod. Közvetlen a fejed fölött az is szárod. Azt a vastagot. Igen, de tőbe vág ki, tőbe. Nem, de az innen csőfele szárod. Ott, igen. Jó.
Na, szárazák ki van véve, akkor... Szóval, akkor ez az ág felfele megy, ez is felfele megy, ez is. Úgyhogy a középső ágat, ez egy fiatalabb ág, ez el fog vastagodni, ezt mellőle, ezt kivehetni. Azért, mert nagyon sűrűn vannak egymás mellett az ágok. Vigyázz a fejre, nehogy vess. Jó. Akkor vegyük ki azt az ágat is. De akkor már is így marad. Na hát akkor most már körülbelül, ha látnunk az első képet, és oda tennünk melléje, majd filmen azt ott lehet látni, hogy ennyire kiszedtük közüle azt a nagy dzsumbúj ágokat. Jobban nem ajánlatos az első metszésnél visszametszeni, hanem hogyha minden évben fokozatosan metszük, akkor vissza lehet metszeni, ifjúttó metszésekre mindig levágni az öreg ágokat, de többet egyelőre ebből a részből nem érdemes levágni. Nagyon sok kis ágat fog kihozni, és több lesz, mint amennyit levágtunk róla. Csak fokozatosan vágjuk mindig vissza a ifjúttó metszéseknél. Ezt még megcsináljuk, mert innet mi kellene vágni. Nagyon közel van ott egymáshoz a három ág. Nézd meg, azt az ágat vegyük ki. Na most figyelj, ezt úgy látom én innen alulról, hogy ez a rész itt száraz, ez az ág. Az tőbe ott, nem, ott, onnan száraz. Jó. Na most figyelj! Ebből innen ezt a kis ágat azért vedd ki már. Nagyon sűrű. Jó. Na hát akkor körülbelül ez az ág is így marad. Elég jó lett. Na. Akkor körülbelül ezt a két ágat megcsináltuk, ez nagyon szép lett. Otthon is így ennyire szépen meg kell takarítani. Mi arra törekedjünk, hogy keveset avatkozzunk bele metszésekkel a fába, mert a fa saját magának kialakítja a koronát. Most kétfele oszlik azért a gyümölcsészet, majd bent is fogom mondani. Van a profit orientál, ahol ott profitra mennek, 15-20 éves fák, alacsony fák, ezeknek muszáj teremni, utána jön a buldózér, kinyomja és jön az új telepítés. És vannak a miénk a hagyományos fák, ami 80-100-120 évet élnek el. Ezekbe bele kell avatkoznunk, de csak a szépségéjé kell, és a saját lelkivilágunkba, hogy hátra megyünk a kertbe, picit megigazítsuk, megnyugszik a lelkünk. Örülünk az ágaknak, a növekedésnek, a termésnek, tudunk gyönyörködni benne. Az intenzívnél nem ez van. Ott lehet, hogy a főnök nem megy oda, azt mondja, a zsebiből kiszól a
mestereknek, hogy ezt meg kell csinálni, és nekem most egyéb dolgom van, és itt nem arról szól a dolog, hogy hátra megyünk a kertbe, és egy picit gyönyörködünk a termésünkbe, vagy esetleg tündérkerteket, nagyon sok fajt hozunk be a kertbe, hogy minden évszakba teremjen, hanem itt üzlet van az intenzív kertészeteknél, mind a kettő, tehát nem vagyok ellen egyiknek se, mind a kettőt támogatom, csak a saját világunkban el kell döntsük, hogy melyik fele megyünk el. Ott, ez nem jó ez a meccés, amit mutattam a kis kertbe, amit jövőben már termést várunk, ott minden évben mecceni kell.